Hello mindenkinek, én vagyok az megint, és valamiért kevés az FPS-em, 27 asztalról, szerintem úgy a Darkroom miatt. Minden esetre végeztem egy kis módosítást, ezt arrébb raktam. Ám bár még így is eléggé levágott egy darabot a cukornát farmból. Igen, javasol, amúgy azt mondták a múltkor, hogy ez azért esett le, mert hogy levágta a farm. És igazuk volt, még így is levágta, de én már úgy vagyok vele, hogy jó ez így. Illetve, most így már működik, szóval... Mindenki boldog. Illetve amit még csináltam, tanulás alatt, amíg az előbb tanultam, addig bekapcsolva hagytam a világot, és egyrészt pannolt állat, sok-sok állat, másrészt lett 60 gyémántunk, és 12 Eternalis. Ez egész jó, szóval most gondoltam, megcsinálom a Cassist. MK5, ez lesz a mai részbe szerintem, mert ezt már meg tudjuk csinálni, annyi király dolgunk van. Oké, akkor ilyenünk van, redstone torcsunk lesz mindjárt. A trükkös része az az arany. Szóval tehenünk is van, jaj de jó. Jaj, egyszer volt malac is, amit levágtam, és MC-ből csináltam belőle húst, csak hogy senki meg ne kérdőjelezze, hogy honnan van nekem ennyi. 36 kell, kiszámoltam összesen. Többivel meg például csinálom ezt, és arany. Rengeteg arany. Nevezetesen abból is 36, mert ugye mindegyikből blokk kell. Oké. Ez így egész jó szerintem, és még úristen. Oké, rengeteg MC-nk van emberek. Gyere várjunk, még több kell. Így, mert... Igen, tehát nem csak a blokkokra, hanem még... Ups. Szóval nem csak a blokkokra kell arany, hanem még ezekre is kell arany. Jól van, akkor ezzel egyenlőre megvagyunk. Kéne 2 darab redstone. Csak hogy... Nagy már az legyen a legnagyobb, nehogy már az legyen a legnagyobb probléma, hogy az nincsen. Oké, megvan akkor ez a 2, megvan akkor csináljunk fogaskereket, én azt mondom. 2-t ugyebár. Já, nincsen kövünk. Nem már ilyen előfordulhat egyáltalán. Nem. És nincs sincs. Na, azért azt nem rendeződik az inventory. Hát akkor csinálunk. Milyen egyszerű a képlet. Ebből az LMC-ből úgyis annyit tudunk, hogy belefulladunk körülbelül. Oké, na. Akkor ezt a 2 fejfejlesztjük szépen. Solar panelt még mindig meg fogom. Nem fogom megcsinálni, mert egyszerűen nincsen hozzá kedvem. Vas. Biztos van valami. Itt van egy csomó. Igen, ebből most lopok. Így, köszönöm. Szóval a solar panelt azt szerintem hagyom a végére, mert rohadtul nincs kedvem még megcsinálni. Most megcsinálom a Cassist, aztán még egy achievement azzal meg lesz. És akkor boldogok vagyunk. Na kell nekem egy gyémánt pipe, tudom, hogy van, mert igen, múltkor csináltam. Nem is nekem igazából. Á, össze-vissza beszélek megint. Ez nem jó. Ez a nem jó abba, hogyha a tanulás után kezdek el rögtön forgatni, mert ez történik. Az agyam ilyenkor kikapcsol és történik. Oké, szóval Basic Logistics Pipes, és akkor csinálunk tömérdek mennyiségű gyémánt blokkot. Ebből ez 2, 3 és 4, illetve aranyból ugyanezt. Így kell elcseszni 3 másodperc alatt rengeteg MC-t. Igen, és egy maradt pont, ahogy számoltam. Na, akkor ugye úgy volt, hogy egy jön ide középre, és akkor vagy így, vagy összekeverem a receptet, de mindjárt meglátjuk. Nem, ez így van. Kész, egy achievement a 4. percbe. Most behozom a múltkori bénázást ezek szerint. Ó, ez itt mi? Ja, oké, csak dolgozik a pitfam. Ja, igen, itt is kicseréltem a bugger-t, csak hogy tudjátok. Meg is mutatom. Készítettem még egy full settet. Az alatt az idő alatt, amíg vártam. Oké, na. Put! Ja, meg ebbe is kéne szenet tenni, mert soha nem lesz kész akkor az se. Mindjárt elintézem a dolgot, csak ezt várjuk meg. Nincsen nálam fákja, nem baj, akkor most tudni fogom. Na. Ajjaj, most belaggolt, lehetett érezni, hogy dolgozik a beast, és türkisz kék, vagy mit tudom, milyen színű ez. Valahol itt van fent. Valószínűleg már itt se fogunk kapni amúgy nagyon durva dolgokat. Valószínűleg ebbe is még kaptár lesz, vagy nem tudom, valami egyéb marhaság. Ah, mondtam, szóval ez egyelőre nem.
Oké, akkor ez is megvan. Mennyi van? Nem, először visszamegyek szénért, és akkor megnézem, hogy mennyi van még hátra az achievementekből. Akkor... Várjunk. Kéne valami marker, vagy nem is tudom. Nem, ezt így kéne. Na, megoldom. Na, ne csináld már. Na jó, akkor most le kell fullasztani. Fullasszuk le, aztán majd visszatornázom valahogy. Iron chest, annak sok az EMC-je. Mit tudjam én, bronz. Tudjam én, búza. Fa. És kábel. Oké. Okay. Szóval. Igen. Nem, hanem igen, jó. Csarkolt veszek 16-ot, csak ezért, hogy legyen fáklyám. Inni, és a többiből meg szenet. Inni. És ezeket meg visszatáplálom akkor bele szépen. Jól van. Kb. Meg vagyunk. Ja. Jól van. És most van nálam szén, nagyszerű, akkor mehetek és ezt berakhatom, és megnézem, hogy hány achievement van hátra. Mert szintén vészesen közeledünk a végéhez. Na jó, nem vészesen, de közeledünk. Szén. Put. Mondjuk csarkolal is lehetett volna. Na most állj, még nem mindegy, még nem mindegy. Még megváltoztathatom a világ történéseit. Így. Jó. Jól van. Akkor csináljunk ebből fáklyákat. Csak hogy legyen kis ilyen jelzőfény nekem. És ugye a türkisz volt most. Oké, okay, mondjuk még azért elég sok van, tehát nem is tudom. Kasszusz ugye megvan, ezt hagyom a végére. Szerintem ez lesz ugye a következő Collector MK3, mert... Na Bedrock, még az lesz egy érdekes dolog. De ezen az oldalon a Builder megvan. Szerintem megvan. Úgy emlékszem, megcsináltam. Ugye? Ja, igen, megcsináltam. Builder megvan. Szóval ezen az oldalon minden kész. Kivéve... igen. Tehát majdnem minden kész. Akkor ugye van nekünk Dark Metal. Menj innen, menjetek innen, menjetek innen, menjetek innen. Ah, fasz. Nem értek ide időben. Oké, harcoljatok, harcoljatok! Fuck off. Oké, szóval. Aludjunk egyet, ott tartottam. És akkor ugye van Dark Matter-ünk, szóval azt az egy szem dolgot ott tovább tudjuk fejleszteni. Na nem, te nem, menj innen a szigetemről. Ne pont a kontenszer mellett. Jól van, sikerült túlélnie. Oké, szép volt. Le is dobom a maradványairat ide, senkinek se kell lesz amúgy is. Na, Dark Matter, van itt nekem Dark Matter. Elméletileg. Ugye? He? Tanítottam be Dark Matter-t. Na nem ár, hogy nincs. Így is kevés az EMC hozzá. Nem baj, hát csinálunk, ugyebár. Tudunk csinálni. Ja, nem, mert hogyha nem használtam volna fel az összes gyémántomat, akkor tudnánk. Megoldom a problémát. Én nem problémát megoldok, nem arról van szó, csak azért. Akkor csinálunk még egy Dark Matter-t. És igen, az előzőt azt használtam fel, arra használtam fel, hogy feltöltsem a klánszeremet, ami egy elég nagy baromság volt, mert arra nem kellett volna. Na, akkor Collector MK2, az csak egy sima Collector, rengeteg glowstone, jól van, jól van. Akkor felviszedem ezt a Collectort és ezt fogom használni. Oké, ez be van tanítva vajon? Most már be van? Oké. Szóval, kell sok-sok glowstone. Hét, azt hiszem, ha jól emlékeztem. És akkor ezt körbe rakjuk. Egy csinos Dark Matter oda, és a kollektorunk. Így már van az MK2, és akkor innen már csak egy lépés. Az MK3, ami az achievement. És ezt vissza is rakom a helyére, ne legyen itt nálam.
Oké, okay. Na most ugye meg kéne nézni, hogy a Red Matterhöz mi kell. 3 Dark Matter. Hát tulajdonképpen, hogyha hagyom még egy kicsit ezt állni, akkor össze is fog jönni könnyen. Tehát végül is ez már nincsen annyira messze, az az achievement se. Biofuel, igen, itt már van nekem sok-sok peatem, szóval már lehet berakni oda a farmhoz a Peat Fired Engine-be. És közben megnézem, hogy teljesített, hát ha már csinált is valamit. Csak először rakok ide üzemanyagot. Egynek és kettőnek. Rakod te már be valamit? Még nem. Jó, mert el kéne látni dörtel, mi? Várjunk, lehet, hogy én csesztem el valamit. Igen, már itt van egy, csak nincsen dört, mert azt mondtam végül is, hogy ezt önállóan fogom táplálni neki. Szóval ezt tegyük is meg. Ezt a 64-et átalakítom dörté, mert igazából miért ne? És mit tettem? Ja, ott van a... Oké, hirtelen nem vettem észre, hogy hol van. Oké, akkor ezt tegyük be ide az autocraftingba, és várunk tulajdonképpen. A vítre. Most már kíváncsiságból már meg kéne nézni, hogy... Tudjátok mit? Kíváncsi vagyok. A 64 sugarcane-ból most fogok gyártani vítet, és megnézzük, hogy működik. Kicsit megpumpálom. Így. És van egy kis plusz MC-nk is, szóval végül is ez hatékony módja a dolognak. Na. Kicsit most megturbozzuk. Így, nézzük, hogy megy. Hogy tényleg működik-e fertilizerként, vagy teljesen fölösleges volt az eddigi... A, bocsánat, eddigi működésem. Na, bemegy? Vagy kipattan? Ez itt a kérdés. Hát bemegy, csak nem tudom, hogy működni is fog-e fertilizerként. Úgy tűnik működik amúgy, tehát csak nem lesz itt gond. Ja, működik fertilizerként, akkor köszönöm annak, aki mondta ezt. És akkor jó, dolgozzunk ezen. Csak kéne még tinken, hogy ugye meglegyen a 64 darab fuel can, ugye az a feladat. Azt ilyen módszerrel elérhetjük. Oké, és akkor ezt berakom szépen, hogy gyűjjön. Csomó szart kipakolok, ami nem kell. Például ezeket. Wrench-ot azért magamnál tartom, ki tudja mikor kellhet. Oké. Na nézzük. Mit akartam? Ja igen, ebbe a steelbe berakni a... De alul nekem nem ez kell. Ja, de ez kell, jól van. És akkor ide majd szépen tölti a 64 darab... 64 can bioetanolt. Ami nekem kell. Igazából. Oké, szép. Dolgozzunk. Ja, és az 1.5-ös frissítéssel már amúgy ezt a bioetanol gyártást megnehezítik, ugyanis az új forrászribe ugye lehet fákat tenyészteni, úgy mint a méheket. És különböző saplingnek különböző értéke van, hogy mennyi ilyen biomass termel. Például az ilyen sima saplingnek kb. Az egyharmada, az 1.5-ös frissítésben levitték egyharmadára. Viszont a cseresznye, amit lehet tenyészteni, annak meg az meg elég sok biomass termel. Azzal viszont az a probléma, hogy annak meg kicsi a sapling dobása. Tehát nem tudom, mennyire érthető, amit mondok. Az a lényeg, hogy nehezebb lesz sokkal a bioetanol gyártás. Viszont magának a bioetanolnak, mint folyadék, több lesz a fűtőértéke. Szóval végül is megéri. De azért, na, nehezebb lesz. Úgy nekem ez tetszik, tehát ez az új rendszer, ez viszonylag jó, mert lehet variálni különböző szeplingekkel, meg logikázni, meg mit tudom én. Na közben... Jó, akkor ez működik, ez a folyamat. Végre valami, ami működik ezen a mapon. Oké, akkor szépen ez menni fog innentől automatikusan. Csak kell egy kis idő, amíg beindul magától, aztán menni fog. Jó, nézzük, hogy áll a gyémánygyár. 6 és 5. Egész gyors, tehát tetszik ez a... Lehet, hogy kéne ilyenből még egyet csinálnom. Csináljuk még egyet? Simán. Tudjátok, mit felvételen kívül csinálok? E fölé egyet. Még egyet.
Ja, és akkor ezen gyémántot gyártok, a másikon meg ilyen Eternalist, és akkor tök jó lesz. Feltétlenül kívül akkor gyártok még egyet. Itt mi történik? Ja, most nagyba. Oké, megy itt a újrahasznosítás, meg minden. Oké, aztán frame motor. Még az nagyon-nagyon régóta tervben van. Ugye ilyet csinálok, de még nem csináltam. Először is kell hozzá brass, ami copper és tin. Az ugye nem nehéz viszonylag, lássuk be. Itt volt egy csomó redstone. Na, copper és tin. Rakjunk be egy párat. Nem kell sok igazából. És mitől nem tudok menni, ha jól van, sikerült. Copper és tin. Oké. Akkor gyártsunk egy kis brass-t. Jó, akkor kell még nekem majd... Nem, ezt akartam megnézni. Blue alloy ingot. Van-e nekem olyan, hogy azt is kell gyártani? Szerintem amúgy nincs. Vagy tudjátok, mint kéne még dolgozni? Kéne szerezni Nikolajtot. És igen. Kéne szerezni Nikolajtot még. És. Ezt felszedem, ezt az EMC-t. És aztán szedek annyi Nikolajtot, amennyit tudok, most jól elcsesztem. Na így. 64, tökéletesen elég. Illetve kéne szerezni Wool-t. Van-e itt bárány? Tudom, hogy már betonítottam párszor. Nem is egyszer, az benne a vicces. De itt van egy Wool, ez tökéletes lesz nekem. Oké. Megvárom, amíg ez kisül. És aztán el lehet kezdeni dolgozni, mert ugye van egy olyan feladat, hogy Blue Electric stuff. Azon is csinálok egy solar panelt, és akkor az is egy idő után meg lesz. Jó, ennyi biztos elég. Igazából csináld inkább ezt. És akkor ebből kell 8. Azt hiszem az egy solar panel. Illetve kell majd nekem Blue Alloy ingot, az hogy is van? Blue Alloy ingot. Az meg Silver. Jól van, akkor ebből lesz egy solar panel. Ez hogy is kell, azt hiszem egy, igen, és akkor 7 ilyen blue dot wafer, meg egy blue alloy. Ugye a waferöket így gyártom, és be kéne szerezni még silvert, meg pár dolgot. Van itt-e nekem silver? Tudom, hogy van, minimum egy, persze, hogy van. Nem a csont, a silver. Az MC-ből is kezdek kifogyni, azért. Eléggé. Yes. Hát akkor utánpótlok innen. És tudom, pazarlok egy csomó gyémántot, amire később amúgy is szükségem lenne, de... De hát úgyis van egy végtelen gyárunk, na, csak idő kérdése. És úgy is lenne. Oké, szóval tin. Oké, nagyszerű. És Nikolajt. Nagyszerű. Akkor ez is beindulhat. Amint ez kész. Hét, most csak egy darab solar panelt csinálok. Nem lesz gyors, de legalább több, mint a semmi. Vagy csináljak kettőt? Egyéb az, ha csinálok kettőt. Majd, és akkor ezt szépen ide bevezetem. Igazából van nálam némi kő? Van. Úgy fogom csinálni, hogy itt lesz a pár darab solar panel, és akkor majd szépen bevezetem. Kábellel. Ide. Mert ugye itt van a Bluetricity Connected Wiring using jacketed. Ja, nincsen jacketed wire. Értve lehet, hogy van egy darab pont, igazából. Megnézem gyorsan, meg aludni is kéne, mert utálom, ha itt éjszaka van. Nem jó az éjszaka. Gonosz az éjszaka. Aludjunk gyorsan, mielőtt elkezdenek spawnolni a dolgok. Itt nekem 19 perc, akkor még egy kicsit mehetek. Aztán vége. Na, hogy állunk? 13, jól van, szóval jacketed, igen, azért jöttem eredetileg. Azt hiszem van egy egész darab valahol, lehet, hogy tévedek. Ez nem az? Ja, itt van, kettő is van, királyság. Akkor ezzel hozzáköthetem, és a többit majd Blue Alloy Wire-rel, azt hiszem, meg lehet oldani. Maszkálnak az állatok, komolyan, ez már elég durva. Ezt még itt panaszkodtam az elején, hogy nincsen. Jacketed and normal wire. Hát ez jacketed. De miért nem... Takarodj már innen.
Na. Te miért nem csinálod azt, hogy kapcsolódsz? Vagy mi? He? Várjunk. Jacketed Wire. Hát csak ezek a verziók vannak, szóval nem tudom, mit képzel ez magáról. Jó, majd megnézzük kábellel, és akkor közben nincs még meg ez az achievement, mert már nem tudom, sok stack szenet elégettem már itt, szóval lassan meg kéne, hogy legyen. Na, visszanézzük, hogy áll a solar panel. Te mit csinálsz? Őszintén. Na, majd megoldod, remélem. Nem vagy ilyen hülye. Oké, szóval lesz kész, 16. Pont annyi kell. Égessünk akkor ilyet is. És be kéne szereznem némi vult is, ha már így itt vagyunk. Hát nem kell sok igazából. 32-re menjünk mondjuk. Oké. Inventory takarítás most. Ez nem kell már, nem kell már, nem kell már. Már nem kell már, nem kell, nem kell már. És a többi meg még kelleni fog. Oké. Három, annyi pont elég azt hiszem. Egy szethez. És ez 12-t ad. És akkor nézzük meg, hogy ezzel lehet-e konnektelni rá. Az a baj, hogy nem nagyon bízok ebbe. Mi? Ez most egyáltalán nem mutatja jelét annak, hogy kapcsolódna. Lehet, hogy kapcsolódik, amúgy csak textúra bagos, vagy én nem is tudom. Ez valaki elmondaná nekem, hogy ez így kapcsolódik-e, vagy nem, mert tényleg jó lenne tudni. Nem úgy néz ki. Hát pedig ez az egyetlen módja annak, hogy Bluetricity-t csináljak, szóval... lámpára szépen igényesen rárakom. És még majd kelleni fog. Itt szerencsére itt egy csomót gyártok. Már 6 király, még 2 szetre elég. Aztán lassan vége is a résznek. Amúgy. Oké, még 24, ez már biztos elég lesz. Talán. Ha jól tévedek. Szépen kivezetjük innen a napra, hogy működjenek a szolárpaneleim. Ó, még így se jó. Ez így jó, ez így veszteséges, szóval inkább csináljuk így, hogy egy vonalba. Aha, és akkor most van az, hogy ide jönnek majd a szolárpanelek. Ezt így kiegészítem szépen egészre, és majd ide jön. Nagyszerű. Azt még gyorsan ebben a részben megcsinálom, szerintem aztán megyek a dolgomra, meg ti is a ti dolgotokra. Oké. Okay. Kettő solar panel, és akkor ezt kapcsoljuk hozzá. Ám bár ez eléggé aggaszt, hogy a Jacketed Wire nem akar kapcsolódni, vagy hogy kapcsolódik, csak textúra hibás, vagy mit tudjam én. De most komolyan. És amúgy tudom, hogy ez a solar panel az olyan, hogy átadja egymásnak az energiát, de így szebb szerintem, szóval így fogom csinálni. Hát ez így nem néz ki túl biztatóan. Esetleg úgy, hogy battery box-szal megoldani. Azt majd csak a következő részbe, és írjátok meg, létszi, hogy ezt így hogy gondolták, mert nem úgy néz ki, mintha jó lenne. Viszont addig is én elköszönök, sziasztok!